Üdvözlünk mindenkit, aki minket hallgat. Ez a Mindig Péntek, a 21. századi intézet péntek délutánonként jelentkező podcast műsora. Én Békés Márton vagyok, az intézet igazgatója. Mai adásunkban végig jó barátommal, Fekete Rajmonddal, a Kommunizmus Kutató Intézet vezetőjével beszélgetünk. Méghozzá két nemrégiben a Fenntartó Alapítványunk által megjelentetett könyvről. Hát nagyjából pár héten belül jelent meg Schmidt Mária legújabb eszékötete, Világrendetlenség, nagyon kifejező címmel, a másik pedig Szájer Józsi interjú kötete a frontvonalban. Mindkettőt bemutattuk a Terrorháza Múzeumban. Hát Schmidt Máriának ez már a sokadik eszékötete, most a 22-24 közötti írások, beszédek, koncepciózus válogatását kaphattuk a kezünkbe. Ez a híres neves Magritte borítós könyvsorozata. 8-9 ilyen kötetről beszélhetünk már az elmúlt másfél-két évtizedben. A Világrendetlenség, először erről a könyvről beszélünk, szerintem nagyon kifejezően, nagyon jól leírja azt a világot, amiben én úgy mondanám, hogy a 2020-as évek első felében, közepe felé járva élünk. Te mit gondolsz? Igen, mert köszönöm a megtisztelő felkérést és a meghívást. Nagyon érdekes ugye tényleg az, hogy ezek egymástól elkülönülő, tehát mint ahogy ez a kötetben is ugye egymástól szinte elkülönülő eszéket látunk, mégis a végén egy egészet alkotnak. Tehát ezeket azért az elmúlt években nekem volt szerencsém olvasni többször is, és nagyon érdekes volt újra olvasni, pont múlt héten olvastam végig, és hogy tényleg egy egészet alkot, és talán ez jellemző a többi kötetre is, hogy ezek egymástól elkülönülnek, gondoljunk csak a Nyugaton a helyzetváltozóban, a Nyelv és Szabadság című kötetére is, akár főigazgató asszonynak, hogy ezekben mégiscsak valami fajta, és nem csak a borító, bár arról is tudjuk, hogy lehetne beszélni eleget, de hogy azokban is van egyfajta, mindig egyfajta kontinuitás. És ami nekem nagyon megfogott, ez talán az egyik kedvenc borítóm az eddig megjelent kötetek közül, amit fölhoztatok a beszélgetés során, hogy nagyon kevesen vannak, akik kimerik mondani az igazságot, akik felmernek tenni kérdéseket, és talán lehet, hogy pont te hoztad föl ezt a beszélgetés, a kerekasztal beszélgetés során, hogy ezeket a kérdéseket egyáltalán valaki ma felmeri tenni, a helyes kérdést felmeri tenni, akkor rögtön látjuk, hogy milyen választ kap el. És én azóta ezen gondolkozik, és eszembe jutott erről egy dalszöveg, te szerintem érdekelni fogod, hogy 2001-ből, hogy kíváncsi vagyok, hogy meg lesz-e a zenekar, fogadja el mindent bátran, mert ha nem bűnösnek ítéletetsz, hamis vádakkal agyonverve, csak kiközösítve élhetsz. Igen, és hogy milyen érdekes, hogy én emlékszem, amikor 2001-ben ezt ők megjelentették ezt a dalt, aminek az a cím, hogy Nem a mi útunk, akkor óriási balhé volt belőle, és hát lenácizták őket még azon belül a közösségen is belül, amely aztán pont nem erről híres, és pont erről szólt, és 2001-ben már akkor erről beszélnek. És hogyha valaki végigolvassa ezt a dalszöveget, ez tulajdonképpen a mai kort teljes mértékben tök jól leírja. Elég volt a hazug vitákból, építsünk gátat a határozottságból. Ez jó adás cím is lesz. Építsünk gátat a határozottságból, és akkor hozzuk vissza a Holdix True, amelynek te rajzoltál annak idején. Igen, a borítót, igen. Úgyhogy most elárultad magad, mindketten elég nagy punk hardcore zenefanatikusok vagyunk, ami szerintem szövegvilágba, meg etikába azt hiszem, hogy meghatározó. Rád is, rám is a mai napig. Kicsit nagyon tetszett, hogy végigvetted a Magritte borítós könyveket. Hát az biztos, hogy ebbe a sorozatban, ami kifejezetten a politikai esszék, vagy történetpolitikai, sőt politika-történeti esszéket tartalmazza, itt a 2010-es politikailag inkorrekt, 2013-as szóba hozta, Nyugaton a helyzet változóban, 2016-ban veszélyzónákban, az már egy elég komoly
figyelmeztetés is volt, aztán jött következő év 2017 nyelvés szabadság, azt volt szerencsém szerkeszteni, úgyhogy pontosan tudom, hogy ennek a mostani kötetnek, meg egyébként a korábbinak az összeállítása, ami kollégánk, munkatársunk Baconi Dorottya érdeme, azért ez egy elég komoly munka, és majd végigmegyünk a kötetbe, ciklusok közé szervezett írásokon is kicsit, hogy a Dóri mekkora munkát végzett. Aztán itt volt tavaly előtt a Korszakhatáron, az megint egy olyan cím, ami enigmatikus, most meg a világrendetlenség. És hát az ember ugye a korszakhatárra érkezés, meg a világrendetlenség kialakulása után azért várja, hogy valami jobb jöjjön. És erre is csatlakoznék egy picit, hogy Schmidt Mária egyáltalán nem egy se nem pessimista személy, se nem ezek nem pessimista írások, inkább az ember realistának nevezni. Ugye a könyvbemutatón G. Fodor Gábor így fogalmazott, bennem azonban ott volt a kis ördög, hogy szerintem Schmidt Mária a lehető legjobb vagy legnemesebb értelmében számomra legalábbis idealista. Mondjuk mondok egy idézetet, a kötetben 26 írás van, és a legelső, ami cikluson kívüli szöveg, ez nyitja az egészet, ez a leghosszabb írás, majdnem 40 oldal, a kereszténység helyzete a nyugati világban ezt a címet viseli, ebbe olvasom, én mégis a kereszténység győzelmére fogadok. Hát azért ennél nagyobb idealizmust elképzelni. És aztán itt a kötet utolsó ciklusa, annak az a cím, hogy megfogyva, de törve nem, ez is jellemző ciklus címadás, itt pedig 5 írást kapunk, 5 nagyszerű ötletet, az identitásunk, meg a politikai és nemzeti közösségünk koncepcióihoz. Jövőre irányuló szövegek tele optimizmussal, azért ez is ritka. Bizony, és most így név szerint, vagy cím szerint, mindegy is, tehát valamelyik eszékötet is ugye úgy zárul, hogy ugye mi magyarok itt vagyunk már 1100 éve a Kárpát-medencébe. Kiültük a nácikat, a komcsikat, a Habsburgokat, a törököket, az oszmánokat, magát a Habsburg birodalmat is, és még mindig itt vagyunk, miközben ezek a birodalmak már tulajdonképpen a süllyesztőben vannak. És hogy azért az is egy optimista, realista, idealista Igen. hozzáállás tulajdonképpen, hogy azért, mert megmaradtunk nemzetnek. És talán a Girószász Andrásnak ugye a laudációja ezzel zárul, ugye Kodályt idézi, hogy ugye határőrnek kell lenni Magyarországon, és hogy Schmidt Mária egy ilyen határőr, aki tulajdonképpen több évtizede van ezen a szakmai pályán, és tulajdonképpen látjuk azt, hogy úgy beszél aktuális ügyekről, legyen az akár egy magyar belpolitikai, vagy egy nemzetközi kitekintés, hogy mindig a történelemből kezdi el levezetni rendkívül magabiztosan, határozottan, és kendőzetlenül, és olykor, főleg mondjuk a kritikát értek számára, rendkívül kellemetlenül azért szemükbe, az arcukba csapja a valóságot, ami látjuk, hogy ma már nem feltétlenül mindig, de azért mondjuk akár egy 10 évvel ezelőtt is azért óriási botrányokat tudott kiváltani, és mindezt olyan írásmóddal, olyan íráskészséggel teszi meg, hogy élvezhetővé válik egy laikus számára is, ami szerintem egy hatalmas dolog. Tehát, hogyha megnézzük, lehet, hogy nem helyes ez a megállapításom, de kicsit az, ami az angol száz történészeknek nagyon nagy ereje volt régen, hogy úgy tudtak írni, hogy a szórakoztató is tud lenni, de közben meg egy nagyon mélységi tudás volt mögötte, és nekem ilyen szempontból a főigazgató asszonynak a legmeghatározóbb kötete volt számomra az a Titkos Szolgálatok kulisszái mögött, amely tulajdonképpen már egy ilyen regény jelleggel mutatja be a 20. századnak a kémsztoriait a diktatúrák árnyékában. Egy jó kémsztori ebbe is van, mindjárt rá is térnék. Előbb azonban az, hogy mondtam, hogy összesen 6 ciklus van, ugye van az ígéret nélkül, ez az angol száz világ, ahol ő végül is visszaperli a régi
régi jó köztársasági nemzeti Amerikának a szerepét, ez a liberális birodalmi Amerikai Egyesült Államok helyett. Aztán utána van a vakrepülés ciklus, ez is nagyon jellemző címadás. Itt európai kérdéseket fenyeget, különösen a orosz-ukrán háborúnak a nyomán. Aztán jön a kínai ajánlat, hát ezt nem kell különösebben bemutatni. Egyébként szinte a kínai főigazgatóasszony kínai útjának naplójával, tehát azért eléggé érdekes és jellemző ez is. Aztán jön a mozaikok, abban van egy szöveg, mondom őszintén, nekem ez a kedvencem. Kezdetben ott voltak a magyarok, hát itt kiderül, hogy a Jeffrey Epstein ügy mögött három magyarországi születés, vagy magyar származású, vagy magyar felmenőkkel rendelkező személy van ott a háttérben, úgy mutatja be ezt a történetet, valóban itt a titkos szolgálat, a Game Story, a politika elméleti elemzés, meg úgy, hogy a világ nagy mozgásainak hátterében mi van, hát ezt így egy csomagba kapjuk meg. És minden mellette az elit. És az elit. Amely tulajdonképpen már-már úgy tűnik, hogy egy ilyen megrendíthetetlen pozícióban van. Akkor jön az ötödik ciklus, átejtve, hát itt a koronavírus járvány tapasztalatairól kezdeményez vitát, ami szerintem úttörő, és akkor végül, amiről volt szó, ez a megfogyva, de törve nem. Itt van két szöveg, nekem ez holt verseny az Epstein szöveggel, hogy melyik a kedvencem, mert itt Attiláról, sőt a türkörökségről beszél, nagyon aktuális. Aztán utána van a Habsburg Birodalomról egy rendkívül izgalmas elmélkedés, meg utána két szípek beszéd a szuverenitásról, úgyhogy szerintem nagyon komplex, és túl azon, mert te is utaltál rá, hogy beavat a jelen világunkból, hogy 22 és 24 között mi történt velünk, azért ennél több is, mert ezeknek évszázados, van, ahol évezredes hátterét is megírja. Bizony, és talán számomra talán a legerősebb, sok-sok erős szöveg közül a legelső, amelyre te is utaltál, ugye a nyugati kereszténység helyzete a világban, amely egy nagyon érdekes levezetés, tehát évezredeket felölel, és tulajdonképpen behoz egy olyan párhuzamot, amely megint csak, ugye tőle halljuk ezeket már évek óta, ezzel az egész neomarxista, woke, cancel culture vonallal, hogy tulajdonképpen ezek ugyanazok, csak a köntös más. Tehát ez ugyanúgy egy kommunista sztori, csak más a köntös. Ugyanúgy istentagadó, ateisták, akik tulajdonképpen a vallást a magánszférába akarják bezárni, és hogyha lehet, akkor még nem csak hogy bezárni, hanem akár onnan is kitessékelni. És tulajdonképpen az, hogy ezek az eszmék Nyugat-Európában vagy a nyugati világban hogyan próbálják azokat az értékrendeket tulajdonképpen kisemmizni, amelynek szemtanúi vagyunk akár az Egyesült Államokban, vagy akár Nyugat-Európában is, és ugye itt korábban beszéltünk erről, pont az elnökválasztás apropóján, hogy ez egy nagyon komoly nem volt az amerikai szavazók részéről erre az egész identitáspolitikai dilire. És akkor nézzük a másik könyvet is, hogy Szájer József visszatért, ezt olvashattuk a sajtóban néhány héttel ezelőtt, nem a politika frontvonalára, hanem én szerintem legalább annyira fontos tudományos, vagy ha tetszik értelmiség, de inkább azt mondanám, hogy ez a koncepcióírói, ez a vízió frontvonalra, és hát elég sok minden történt nagyon rövid idő alatt, megalakult a Szabad Európa Intézet, amit Józsi vezet, megjelent egy interjú kötet Frontvonalban címmel, van ezen a héten egy Mandiner címlap, Schmidt Máriának is volt, ugye nem is olyan régen az ő könyvével kapcsolatban, és hát Józsi kapcsán azért itt elég nagy koncepcionális szöveg is megjelent a Schmidt Mária látószög blogján egy új Európa koncepcióról, úgyhogy elég sűrű a visszatérés után rögtön az élet. Hát a frontvonalban a 1990 és 2010 közötti tapasztalatairól beszél, ez egy interjú kötet, Baconi Dorottya készítette az interjúkat és szerkesztette is a könyvet, szintén egy nagyon jól szerkesztett koncepció mentén.
Epilógus tartozik hozzá, én viszont azt mondanám, hogy nem csak az elmúlt 30 év, tehát Józsinak a kifejezetten professzionális, a Fidesz közösségébe eltöltött időszaka, hanem ez 1981 őszétől veszi végig, tehát azt mondanám, hogy majdnem 40 év. Azért sőt, ugye, mert ugye azért... Bár azt ki is jelentő, hogy mégsem egy életút interjúról van szó, vagy egy oral history interjúról, de azért ott benne van az, hogy miért lesz jogász belőle, hát ugye azt már a szép lánya szomszédban azt mondta neki, hogy egy rendes fiú ugye jogásznak fog tanulni, tehát azért ez is. Tehát, hogy nagyon érdekes, nagyon jó könyv, nagyon olvasmányos, és nagyon jó keverednek benne a sztorik, a politikai mondásokkal, vagy ha akár tetszik, politikai szabályokkal is, hiszen azért a szabálykönyv is van benne, és hát hallottuk ugye, hogy Weber András erre azt mondta volna, Isten nyugasztalja, hogy ilyet nem csinálunk, tehát könyvet nem ír a politikus, de mégis ez a Józsi szemüvegén keresztül felöleli nem csak a rendszerváltoztatás időszakát, nem csak a Bibó szakkollégium, a Fidesz megalakulását, hanem csak azt, hogy az antikommunista attitűd, ami mind a mai napig benne van a Fidesznek a magjában, hanem maga a szabadság szeretet, a szabadság iránti hajthatatlan küzdelem és a Magyarország iránti szenvedély is megjelenik ebbe a kötetbe, hiszen visszatérő eleme a Magyarország, a magyar, tegyük nagyjá, ugye, tegyük újra nagyjá Magyarországot, amely ugye a nemzeti hitvallásban is szerepel. Tehát nagyon érdekes ilyen szemszögből, meg az, hogy az ő szemüvegén keresztül, akiről nagyon jól tudjuk, hogy azért neki nem voltak egotripjei, nem őrú, tehát soha személyes, magánjellegű interjúkat nem, hanem mindig csak a munkájával kapcsolatosan lehetett róla hallani, tudni dolgokat. Egy olyan pontot, tehát azt tudni kell, Józsi ugye, soproni, eredetű a Bibó szakkollégium, illetve annak az előd szervezeteibe alapvetően és mélyen ott volt a Fidesz első alapító nemzedékéhez tartozik, maga is a fiatal demokratáknak alapító tagja volt, aztán jogi procedúrák voltak, ezeknek a jogi procedúráknak a vezetője, 1990-től 2004-ig országgyűlési képviselő, Sopron országgyűlési képviselője, egyetlen egy alkalommal csak listán, a többi alkalom, tehát 94-98 között listán, többi alkalommal egyénibe, itt a legelső 90-es nagy győzelmet ugye Pozsga Imrével szemben aratja, aztán 2004-től 2020-ig pedig a Fidesz LP képviselője, egyébként a magyar alkotmány, az alaptörvény atya, és hát számos más erényt mondhatunk, mint egy 8-9 könyvnek az írója, tehát itt az értelmiségi, a jogász, a politikai pártszervező, részbe pártvezető, ugye volt frakcióvezető is, frakcióvezető helyettes is, tehát nagyon tagolt és teljes politikai életműről van szó. Egy olyan dolgot találtam, ami nem ideál, tipikus olvasom, nem kedvelem a csapat sportot, a focit sem. Hűha, tehát ilyet is lehet. A szerkezetileg a kötet, amint mondtad, hogy szintén témák, ciklusok köré van szervezve, egy teljes képet ad. Tehát az indulástól egészen 2020-ig kapjuk ezeket. Én nagyon sok olyan pontot találtam benne, és a könyv laudációjában, ez a G. Fodor Gábor is kiemelte, hogy Fidesz könyv. A Fideszről, hogy mondjam, kívülről is, belülről is jelentek már meg könyvek. Ilyen holisztikusat, ilyen átfogót én még nem olvastam, vagy nem láttam. Egyrészt szerintem ennek oka az, hogy Józsi, hát végig soroltam, tehát alapító, sőt, tehát mondjuk tehát alapemberként van ott a Fidesz történetébe. Belülről nagyon szubjektív élményeken keresztül átszűrve látja, sőt, csinálja is a Fidesz, vagy csinálta is a Fidesz történetét. Mondom még egyszer, hogy egészen az alaptörvényig, ami nem semmi, sőt, a magyar állam szerkezete ezen áll,
idáig bezárólag. Ugyanakkor nagyon objektív megnyilvánulások van. A kettőt hoztam, ezt felolvasnám. Az egyik így szól. A rendszerváltoztatást követően a visszarendeződés erői és a globális liberális erők egymásra találtak. Tehát amikor MSZP-SZDSZ szövetségről, demokratikus kartáról beszélünk, ugye a Horn Gyula alatti koalíciós kormányzásról, akkor ez most, amit felolvastam, ez szerintem ez volt egy olyan 8-10 szó. Ez, erről külön egy egész könyvet lehet írni. Szóval Józsi fogja, és ilyen egyszerűen ez kiszalad. A másik, az alapeszme és a fő irány a szabadságért és a nemzeti függetlenségért, egy új Magyarországért folytatott küzdelem viszonylatában az, amiért a Fideszt én azóta is, ma is csinálom, lényeges változás nem történt. E tekintetben számomra nyíl egyenes az utunk. Ugye állandóan jön, hogy volt itt liberális internacionálé, meg igen, európai, meg elárulták a régi igen, elveket. Meg már nem is antikommunista, meg aztán populista, meg szuverenista, sőt most ugye patrióták Európáért csoport. Hát igen, mindegyik egy adott eszköz, egy adott időben, és a fő célér, amiben lényeges változás nem történt, e tekintetben számomra nyíl egyenes az utunk. Igen, és talán van világos. Egy rész, ahol ugye úgy is fogalmaz Józsi, hogy lehet, hogy a hangsúlyok néha változtak, vagy valami éppen előkerült, mert mondjuk az adott korban arra kellett választ adnia, találni a Fidesznek, vagy akkor éppen vagy kormányzó pártnak, de hogy mindig, és erre utalít Józsi is, hogy az út számára mindig nyíl egyenes volt. És ezt ne felejtsük el, tehát hogy én mindig azért szoktam hangosan felröhögni, amikor hallgatom, hogy itt diktatúra van, meg milyen rendszert épít ki az Orbán, és ezeket ismerjük, ezeket a hülyeségeket az elmúlt 14 évből. Hát komolyan egy olyan embert akarnak beállítani diktátornak, aki a diktatúra ellen harcolt. Ő már akkor a szovjet tankoknak a kivonását kérte, amikor más meg sem mert szólalni. Tehát az emlékezés viszont 89. június 16-án kiáll valaki Nagy Imre újratemetésének az emléknapján, pár nappal a Tianmar-téri eseményeket követően is követeli a szovjet tankok kivonását, hát ahhoz eléggé, tehát bátornak kellett lenni. És ez a másik szerintem, hogy a Fidesz rendkívül bátor volt mindig. És ezt szerintem a könyvbemutatón is elhangzott, és te utaltál talán rá, hogy tulajdonképpen a Bibó szakkollégium volt az ő grundjuk. Ahol megtanulták, és erről Józsi is ír a könyvben, hogy ott megtanulták a demokrácia, a vita helyzeteket, hogy kell kezelni, szavazások, stb. Tök mindegy, hogy mondjuk ők a hangos kisebbség mit akart, ha a többség úgy döntött, akkor a többségnek a szava számított, és tulajdonképpen megtanulták kicsiben a demokráciát, amit aztán tulajdonképpen nagyban is meg tudtak csinálni, és az, hogy egy mérhetetlen tudásszomi volt ezekben, volt és van is ezekben az emberekben, ami folyamatosan tulajdonképpen vitte őket előre, mert azt mondták, hogy oké, lehet, hogy vidéki srácok vagyunk, de az semmit nem jelent, mert a lemaradásunkat a tudásban föl tudjuk hozni. Öttel több könyvet olvasunk el, mint a többiek, kétszer annyit dolgozunk, és talán ebben a Mandiner interjúban Józsi ezt talán ott a vége fele le is írja, hogy a Fidesznek a másik erőssége, hogy mindig is többet jobban akarták, és akartak dolgozni azért, ezért az országért, és ezt mindig is meg akarták mutatni. Könyvben itt a végén több tucatnyi archív, részben fekete-fehér, de többségében színes kép van. Nekem a kedvencem a soproni választási kampány 1990-ben egy narancssárga úthenger, Fidesz zászlóval, meg fideszes lufikkal, rajtuk Szájer József, a sikeres kampány, illetve aztán a 90-es választás soproni egyéni mandátumának nyertese. Hát üdvözöljük Józsit újra a narancssárga úthengeren. Isten hozta. Köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a Mindig Péntek, a 21. század intézet hetente jelentkező podcast műsora, jövő héten újra találkozunk.